Na, hát sziasztok, srácok! Alapvetően holnapra terveztem a videót ezzel kapcsolatban. A kupa csapatokkal kapcsolatban. És... Ö, hát sajnos, ö, hogy mondjam, nem vagyok túlzottan elégedett, így ö, kicsit meglepett, hogy ö, a Torino meccs annyira nem. Tehát ott alapból sejtettem, hogy nem egy gólt fog kapni majd a, a, a Debrecen. Túl vannak már ezen a nehezebb meccsen, most ki kell hozni a legjobbat majd, majd Debrecenben a mérkőzésből. Én azt mondom, hogy akár egy, egy döntetlen, egy, egy egyes döntetlen még, még, még meg lehet. Ö, ö, hazai pályán a Nagy -erdei stadionban, hát ez így alakult sajnos. Ugye mondtam is nektek live-ban korábban, hogy talán ez az a meccs, ami, hogy mondjam, tehát ami talán a legegyértelműbb. Meg, meg úgy talán azt mondtam, hogy a Debrecennek látom a legkevesebb esélyt arra, hogy, hogy összejöjjön a, a jó eredmény. Hát sajnos nem is jött össze. De a másik két meccs is egy kicsit csalódás. A Honvédnak voltak nagyon jó pillanatai egyébként a, a románok ellen és uh, akár be is tudtak volna passzírozni egy gólt, de ugyanakkor a románoknak is megvoltak az esélyeik. Tehát uh, az a 0-0 nulla nulla az valahol uh, uh, azt mondom, hogy jogos, de kurva gyenge, illetve kurva kevés, inkább így mondanám. Tehát uh, ez Romániában szerintem nem lesz elég a, a Honvédnak. Sokkal uh, Kevesebb hibát kéne véteni, sokkal jobban ki kéne használni a helyzeteket, és ha nem hagyni azt, hogy az ellenfél játéka érvényesüljön. Mert most azért azt lehetett látni, hogy azért persze, hogy mentek elő a románok, azért nekik is fontos volt ez a mérkőzés, hogy, hogy, hogy valamit akár itt, itt, itt már tudjanak alkotni. Ez a 0-0, ez nyilvánvaló, hogy nekik jó. Én azt mondom, hogy ha a honvéd idegenben tudna szerezni egy gólt a mérkőzés elején, akkor akkor még akár az is lehet, hogy hogy a továbbítás megvan, bár azért viszonylag kicsi erre az esély. A Torino meccs ugye beszéltünk, ott gyakorlatilag a Debrecen kiesett. Én mondom, én, 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 én azt mondom, hogy talán egy, egy egyes döntetlen még ki lehet ebből az egészből hozni. Aztán Pillanat, csak közben jött egy üzi. Ö, és igen, a Vidi meccs. Na most a vidi hogy teljesen lemaradtam, mert a, 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 a tévé ö, ö, mondjuk úgy paszakodott az adás, Már bocsánat, hogy így fogalmazok. De ez az 1-0, ha csak az eredményt nézzük, ez, ez botrányosan rossz. Én sokkal többet vártam volna a viditől és nagyon fel kell kötniük a gatyót idegenben, mert nagyon ciki lesz, hogyha egy Lichtenstein csapat ellen kiesnek. Ugye már történt pár évvel ezelőtt, hogy a Vaduz az azt hiszem pont, hogy a, a, pont az Újpestet verte meg, de valami kegyetlen különbséggel egyébként, és itt Budapesten. Tehát, öm, öm, ja, azt pont a Vaduz volt és fel kell kötni a gatyát ellenük majd, mert még, még ez is gyengé. És azért mondom, egy kicsit csalódás, mert én a, én a Viditől sokkal többet vártam, a, a, kicsit talán a Honvédtól is, a Debrecen meccsen meg igazából nem nagyon lepődtem meg, mert látszódott egész meccsen a különbség tényleg. Az az első gól az, az egyértelmű 11-es volt, tehát most még a, a nagy DVSC drukkerek is azt kell, hogy mondják, hogy az ott nagyon csúnyán elkapta a sásznak a lábát, szerintem. Úgyhogy én abban bízok, hogy esetleg a Honvéd idegenben tud szerezni a meccselén egy, egy gólt, és akkor izgalmas lehet még. A Vidének meg be kell bizonyítani, hogy sokkal jobb, jobbat is tud ennél, és szerintem, szerintem menni is fog nekik, vagy mehet is majd nekik. De rá kell kapcsolniuk, mert ez, hogyha most jó, ettől függetlenül nagyon nagy az esély arra, hogy meg lesz a vidének a továbbítás, de de azért benne van a para, tehát a para faktor az megvan, meg hát maguknak is kell bizonyítani. hogyha most egy 0-0-t elérnek vadúzban, az persze oké okay, továbbítottak, de hát ez az... Az nagyon gyér. Tehát ennél sokkal, de sokkal jobb játékot kéne produkálniuk majd idegenben. Úgyhogy ennyit szerettem volna ebben a videóban, Üm, és akkor jövő héten folytatás, ugye? Azt hiszem, akkor játszanak akkor majd a visszavágókat. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, vigyázzatok magatokra, sziasztok!